Csípős hidegben álltak neki a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium tanárai, diákjai a parkot rendbe tenni. A munka nem várhatott, a megvásárolt tujákat el kellett ültetni. Novotné Bán Erzsébet, az iskola igazgatója azt mondja, kertészmérnökökkel való egyeztetés előzte meg az ültetést. Most jöttek meg a tuják, hogy muszáj elültetni őket, mielőtt szegények elszáradnak. Már néhány éve próbáltunk valamit kezdeni ezekkel a 26 éves tujákkal. Tényleg nagyon szépek voltak, úgy kívülről. Nem nagyon lehet velük mit kezdeni, megkérdeztünk szakembereket, kertészmérnököt. Nem, tehát 25 év az úgy nagyjából a maximum, amit ezek a tuják bírnak. Az iskola dolgozói próbálták megnyírni a növényeket, de nem jártak sikerrel. Ezért döntöttek úgy, hogy újakkal pótolják a kivágott tujákat. A gyökere már egészen magasra fölnyomta a talajt, úgyhogy itt a bejáratnál már ilyen csónakkal lehetett közlekedni, hogyha esett az eső. Ha hó esett, vagy nagyon vizesek lettek, akkor lehajlottak le, és törtek ágak. Úgyhogy nem nagyon lehetett már mit kezdeni ezekkel szegényekkel, úgyhogy gondoltuk, hogy kicsit megújítjuk az udvart. Természetesen az önkormányzattal beszéltünk erről, és egyetértettek vele, hogy kicsit szebbé varázsoljuk majd az iskolának a környezetét, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy itt az alkalom, tavasszal ezt meg tudjuk tenni. Később néhány lombhullató fát is szeretnének ültetni a jelenleg igen kopár parkba. Tavaly is kivágtak a vízművesek egy szép nagy fát, annak a helyére is szeretnénk, és meg ide is, ahol elfér, hogy még szebb legyen a környezetünk, illetve majd néhány padot is elhelyezünk az udvarban, amikor majd kialakult, hogy melyik fa, melyik bokor hová került. Az egyik áramszolgáltató vállalat által kihelyezett dobozok is jelentősen hozzájárultak a munka mielőbbi elkezdéséhez, amiben az iskola diákjai, tanárai, vezetői is részt vettek. A tanulók azt mondták, egyrészt az érettségihez szükséges közösségi szolgálatot teljesítik ezzel, másrészt szerettek volna valamit tenni az iskolájukért. Hogy fejlődjön az udvara, meg hogy majd évzáron ne a tűző napon kelljen állni, hanem az árnyékba. Ez természetes. Tehát egyébként is már hiányzunk egymásnak, de nem volt kérdés. Tehát ahogy jeleztem, hogy kivágjuk a tujákat, és majd kell ültetni, a sorban jelentkeztek. Gyerekek is jönnek majd még, tehát később is, mert hát nyilván nem tudunk mindent egy nap megcsinálni. Tehát jönnek még gyerekek is, kollégák is, de ez nem volt kérdés, tehát ez magától értetődő. A digitális oktatás idején ennek a munkának különösen nagy jelentősége van. A tanárok, diákok örültek, hogy végre személyesen is találkozhattak. Ezért mindenki jókedvűen állt neki a munkának. Hiányzik az egészbe. Nincs meg így a feeling. Meg így igazából a tanulás is sokkal nehezebb. Mivel nehezebb? Hát például most így az online oktatás alatt az órákra képtelenség figyelni, mivel ott a gép előttem, és az elvonja a figyelmemet.